Sziasztok! The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy frissítés tekintő videó lesz, ugyanis megérkezett a 2019. augusztusi frissítés, amivel egy csomó új dolgot kaptunk, már mint olyan újítást, ami szót érdemelhet egy videóban, ezért ezeket meg fogom most mutatni nektek. Az első és legfontosabb dolog, amit kiemelnék, hogy megváltoztatták megint a töltőképernyőt, és most egy kicsit sötétítettek az eredeti világos kéken, úgyhogy ezt bizonyára mindenki észrevette már, aki azóta játszott a játékkal, ez a legfeltűnőbb változás most ebben a frissítésben. Viszont vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy maguktól nem tűnnek fel, és ilyen az új képkeret és az új fotós dolgok, amiket szeretnénk megmutatni nektek. Ugye eddig, hogyha a szimeitekkel készítettetek egy fényképet, azt így ki tudtátok rakni a falra, tudtatok adni fekete keretet, és ennyi volt az egész. Mostantól másfajta kereteket is hozzáadhatok. Itt um, meg tudjátok mondani, hogy... Ja, először le kell venni róla ezt, hogy a, nem, update frame. Jó, akkor megváltoztatták a nevét a, az interakciónak. Viszont én nagyon beteg vagyok jelenleg már egy hete, ez a szoko, szokásos fesztivál utáni betegség, ugyanis minden évben dolgoztam eddig fesztiválon, és, és hát az elég kemény meló éjszakai 12 órában, szóval, hogyha köhögőgörcsöm lesz, vagy nem annyira jó a hangom, mint szokott, mert mint hogy nem értitek a rekedségtől, akkor elnézést. Na szóval ennyiféle keretet tudtok választani, van a klasszikus fekete, ami eddig is volt, van kék, ú, van sötét barna fa is, van világos fa. ez nekem inkább aranynak tűnik, szóval én ezt aranyképkeretként fogom használni valószínűleg. Van piros, ú, ez nagyon ikás, szerintem ezüst, sárga, és van -e még valami, amit kihagytam? Talán nincsen. És a legérdekesebb dolog, amire rájöttem ezzel kapcsolatban, teljesen véletlenül az az, hogyha most arra kattintunk, hogy vegye le a keretet, akkor ezek a kis rögzítő pontocskák olyan színűek lesznek, mint amilyen a keret volt, tehát hogyha fekete keretet állítottatok be, ugye ez az alap értelmezett keret, akkor fekete pontocskát kaptok, hogyha egy másikat, akkor más miatt, és egyébként el tudjátok forgatni a fényképet. Ennek az értelmét még nem találtam meg, ugyanis nyilvánvalóan olyan orientációban csinálom a képeket a Sims-ben, hogy jó legyen, de egyébként mondjuk esetleg virágoknál, meg egyebeknél lehet, hogy ez hasznos funkció lesz, nem tudom, de a legkirályabb dolog, amit alig vártam, hogy elmondjak nektek, az az, hogyha most így megfogjuk ezeket a képeket, és idehúzzuk egy asztalra, akkor ilyen kis asztali kép lesz belőlük, amire én már nagyon-nagyon rég vártam. Ez a funkció nagyon kellett ide nekünk, látjátok, van ilyen kis támasz, meg minden is, ugyanúgy mindent meg lehet vele csinálni, amit eddig. Nem tudom, hogy a filtereket korábban is lehetette válogatni, így miután elkészült a fénykép, de azért megmutatom, hogy ezt is lehet vele csinálni. Nagyon nem voltam otthon a fényképezés skillben korábban, mert nem igazán szerettem ezt a két unalmasnak tartottam, annyira nem szerettem a szímeimmel fényképet készíteni, inkább mindig a kis cinematic view-val készítettem a saját képeimet, és természetesen minden méretben működik, ez a kis trükk, ugye három méretű képet lehet csinálni, lehet közepeset, nagyot és kicsit, ide most a falra csak a nagyokat és a kicsiket raktam ki, de szerintem el tudjátok képzelni közepessel is, és ezen kívül kiavítottak pár bugot is a játékban. Nem biztos, hogy mindet felsorolták, én sem fogom az összeset felsorolni. A legkirálya bug frissítés az az volt, hogy most már a szímek nem fogják kényszeresen kinyitni és összezárni az esernyőiket, legalábbis remélhetőleg, hogyha más szímekkel beszélgetnek. Illetve ha egy-egy telekre elutazunk, és meghívunk embereket, akkor nem fognak állandóan faképnél hagyni minket, aminek szintén nagyon örülök, illetve kiavítottak pár dolgot a sellőkkel kapcsolatban, szóval most már ők is tudják csinálni a kis környezetvédő karriernél a valamelyik interakciót, amire szükség van, illetve a tipegőkkel kapcsolatban is javítottak egy-két dolgot, de nem volt egyik sem annyira feltűnő, hogy megemlítsem, kivéve az off the grid trait-et, amit ugye frissítéssel kaptunk, és ezzel kapcsolatban sok ö, konstruktív kritika érte a csapatot, akik ezzel foglalkoztak, és úgy döntöttek, hogy frissítik egy kicsit, hogy nekünk egyszerűbb legyen használni. Hozzáadták build and buy módhoz az off the grid terek szerinti bútor szűrés, legalábbis, hogyha minden igaz, úgyhogy ezt most gyorsan Ö, ellenőrzöm is. Hát ha. Hát itt nincs. Gondolom a színnél sem. Pekeknél. Na jó. Nem tudom, hogy hol van, de elvileg hozzáadták. Lehet, hogy ő... valamilyen más néven szerepelésén. Én nem találom. majd kiderül, ennek utána fogok nézni, ha nem felejtem el, és odaírom kommentekben nektek, hogy mizu ezzel a lottery tel pedig azt írták a kis jegyzetben, amiben leírják, hogy mik érkeztek a frissítéssel, hogy ezt így frissítették, illetve még egy csomó butort hozzáadtak ehhez, tehát például a laundry ilyen mosó edényben most már moshatunk ruhát, akkor is, hogyha ilyen off the grid telek típusunk van, ez eddig fura volt, hogy nem működött meg egy pár olyan lámpát, ilyen gyártyákat hozzáadtak, ugye, amik eddig valamilyen véletlenszerűen kimaradtak, úgyhogy nézzetek körül a katalógusban, lehet, hogy most már sokkal több mindent tudtok használni az ilyen telkeiteken. Ez egy ilyen pici frissítés volt, úgyhogy el is köszönök tőletek, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!